Mielőtt a tatárok betörtek volna az országba, kicsike favár volt Zniovára, inkább csak őrtorony. A tatárok észre sem vették, de ha észrevették volna is, alig ha bírták volna nyilvesszőikkel bevenni, apró lovaikon megostromolni. Jó is volt ez így, mert a Muhi csata után Jó Béla királynak volt hol meghúznia magát néhány keserves napig. Példaszerű volt az a gondoskodás, amellyel az életben maradt főurak védték, menekítették a királyt, amíg a tengerhez nem ért a családjával együtt. Valameddig minden hűharcosa kísérte a királyt, s adta aztán tovább. Liptóban, Turócban Ivánkafi András vette oltalmába, a forgácsok őse. Ővé volt a kicsi, jól rejtett Zniovár, oda siettek föl, távol a tatártól. Megfogadta ekkor a király, hogy ha megsegíti a magyarok istenes, újból szabad király lesz, kőváracs templomot épített ezen a helyen. Be is váltotta később a szavát, hű maradt a fogadalmához. A tatár mégiscsak megszimatolta, merre fut a király, és egyszer csak Znió magas tornya alatt termett. Égtelen düvel láttak neki a várostromának. Nem volt azonban kőhajítógépük, csak gyalog rohamoztak. Rohamoztak egy nap, rohamoztak másnap, harmadnap, negyednap. Soha sem sikerült. A várbeliek mindig visszaverték. A tüzes nyilak nem értek föl a vártetőig, s ha fel is röppentek, nedves bőrökkel a tüzet rögtön eloltották. A tatárok vezére ekkor ezt mondta. Körülzárjuk őket és kiéheztetjük. Nap múlt nap után. A tatár nem tágított, türelmesen várt. A várban pedig éhezni kezdett mind az úr, mind a szolga. Az élelem egyre fogyott, már megették a lovakat, a galambokat, a lovak abrakját. Éhezett a király is. Egyre gyengébb testtel védekezett a várnép, lelkének ereje azonban nem gyöngült, mert tudván tudták, hogy ha csak egy pillanatra is elernyednek, kihasználja a tatár, fölpörköli, elemészti őket. Az éhínség legszomorúbb napjai következtek el. A király ajtaján ekkor kopogtattak. Hosszúhajú vén paraszt kéretett bebocsátást, két nagy födött kosár volt a két kezében, a kosárban rákok. A Turócban fogta őket. Keserűen mosolyodott el Jó Béla király. Köszönöm, hű szolgám, de mit tegyek vele? Ez a két kosár rák a várbéli népnek félfogára sem elég. Ki vagyunk éhezve, alig tántorgunk már. Hogy osszak szét annyi ember közt két kosárnyi rákot? A paraszt mosolygott. Nem úgy van az uram. Az egyik kosár rákot edd meg csak te magad, a másik kosár rákot pedig dobasd le a várból a tatárok közé. Ha a kosár rákot közibéjük döntöd, azt fogják hinni, mi jó dolgotok van. Ennetek, innotok, bőven maradt még, bírjátok hetekig az ő ostromukat. Meglátod, elmennek, szégyenül kotródnak. Így is tett a király. Megfőzette magának és belső népének az első kosár rákot, a másik kosarat ledobatta a tatárnak. Nagyot nézett a tatárok vezére, amikor a sok rák elkezdett mászkálni az ő táborában. Hát, ha a csemegéből is ennyiük van, dühöngött a vezér, mekkora lehet, amit még őriznek, míg a világ bírják élelemmel Rúd Zniovárában. Felszedette táborát, nagy haraggal el is takarodott. Így szabadult fel Zniovára, s mehetett tovább Jó Béla király. A parasztot pedig nemes úrrá tette, s e nemes úrtól származnak a Rakovszkijak. Szám.